Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, nagyon örülök, hogy ismét Isten igéjével foglalkozhatunk, és ti is meghallgattuk engem. A Bibliában nagyon sok szép történet van. Most egy samaritános bácsiról és egy félholtra vert bácsiról fogok beszélni, meg a kemény szívű papról, meg a lévitáról. Ez a történet, tehát a következőkről szól, hogy volt egy apuka, aki elment bevásárolni Jerikóba, ott voltak boltok, cipőket, ruhákat lehetett kapni, meg bicskát, meg hát abban a korban, ami volt, voltak játékok is. És ez az apuka bevásárolt, vett mindenféle dolgot, hogy majd viszi haza a gyerekeinek. Volt neki néhány gyermeke, talán három kislánya volt, meg négy kisfia. Úgyhogy jó nagy csomagot készített, és úgy gondolta, hogy örömet szerez a gyerekeinek, hogyha majd kibontják a csomagot, mindenkinek a szeme rátapad a csomagra, és mindenki kérdezi, hogy melyik az enyém ezek közül. Tehát bevásárolt, és boldogan, fütyörészve, énekelve ment hazafelé, néha elfáradt, már nehéz volt a csomagja, de gondolt a lányaira, a fiaira, akiket nagyon szeretett, és szívesen játszott velük. Hát ahogy haladt az úton, elég döcögős volt az út Jeruzsálem és Jerikó között, el is fáradt a talpa, vékony talpú cipője volt, és azok a nagy kövek, amik az úton voltak, hát feltörték a lábát. El is fáradt, le is ült, aztán újra vitte örömmel a csomagot, mindig számolta, hogy hány kilométer van még hazáig, de jó lesz, ha hazaérek. És amint ment és fütyörészett, és a gyerekeire gondolt, hátulról rárohant néhány, képzeljétek el, néhány zöld fiú. Olyan nagyobb fiúk voltak, már volt bajuszuk is, már borotválkoztak is, és figyelték őt. Azt gondolták, hogy ennek az embernek sok pénze lehet, és bevásárolt. Hó, elvesszük mi a csomagot, jó lesz az nekünk is. Majd mi? Vagy ha nem jó, akkor eladjuk a piacon. És pénzünk lesz belőle, és veszünk magunknak, amit akarunk. És aztán oda rohantak ehhez az emberhez, elvették tőle a csomagot. Szétszakították a papírt, kibontották. Na, mi van benne? Na jól van, ez a tied, a másiké. Az ültfülűek, tehát elszedték a csomagot, aztán azt mondták ennek a szegény apukának, hogy na haver, ide a lóvéval, add csak ide a pénzt. Mennyi pénz van nálad? Ne idegesíts, ne várasd bennünket, adjad azt a pénzt. És szegény ember könyörgött, hogy hát értsék meg, hogy elköltöttem az összes pénzemet, gyalog megyek haza,
és várnak otthon, hát nincs pénzem, lekevertek neki egy nagy pofont, a másik, és aztán bögdösték, lögdösték, belelögték egy árokba, és egy megverték őt. Szerintem csupa kék volt az arca, a háta, a feje, nagyon szomorú volt, és úgy nézett ki, minthogyha meghalt volna, de nem halt meg, úgy rosszul volt, nagyon rosszul érezte magát, és becsukta a szemét, próbált megnyugodni, és nem tudott mit tenni ezekkel a zöldfülűekkel, erősebbek voltak nála, és hát ott várakozott, nyöszörgött, sír, a gyerekeire gondolt. Hát aztán, ahogy ott feküdt az út szélén, szüksége lett volna segítségre, hogy valaki segítsen rajta, hogy segítsenek neki fölkelni. Látjátok ezt a képet, ugye? Ott vannak a kövek, amivel megdobálták ezt az embert, meg még bottal is ütötték. Itt fekszik szegény, összetörve, és reménykedik abba, hogy majd valaki segít neki, és beköti a sebeit, és hogy segít talpra állni, mert hát nincs egy parányi ereje sem. Hát éppen arra jött egy nagy bottal egy pap, meg egy lévita. Hát ők is Jeruzsálembe tartottak, ők nem bevásároltak, ők ott laktak Jerikóba. Sok pap ott lakott Jerikóba, meg Jerikó környékén, és hát mentek gyalog Jeruzsálembe. És amikor meglátták ezt az embert, aki ott hevert az úton, akkor a pap azt mondta, biztosan berugott részeg. Ilyen embert részeg. És úgy gondolta, hogy hát fúj, ronda, részeges. Talán nem is akarom mondani. Elment mellette. Arra döcögött. A topa lévita. Hát ő is húzta az órát. Büdös ez a férfi, büdös, a vérszagát érzem. Hú, így. Én itt nem hajolok le, nem segítek rajta. Megyek a dolgomra, még le kell vágnom a birkákat, meg oda tesszük az oltárra, és majd imádkozunk, énekelünk, hallelujázunk. Hát, nem tudom, hogy ti mit gondoltok ezekről az emberekről, a két emberről, hogy hát ezeknek volt szíve, hogy elmentek a félholtra vert ember mellett, azt mondva, hogy ez egy részeg, ez egy csavargó. Jobb távol tartani magunkat, büdös is, csúlya is. Sajnos nem segítettek. Aztán útközben látjuk, hogy jön egy samaritánus, egy bácsi szamárral, ott ül a szamár hátán, volt neki is egy kis csomagja, lessük meg most ezt a samaritánus bácsit, hogy ő mit csinál. Na, mit gondoltok? Ő is elkerüli a bajban lévő embert? Ő is azt mondja, hogy fúj, de ronda, büdös. Mit gondoltok? És ti mit csináltatok volna, ha ott jártatok volna az úton? Ti is elkerültétek volna? Köptetek volna egy nagyot, hogy fú, ronda, ilyen ember.
nem segítünk. S hát, csodák csodájára, ez a samaritánus leszállt a Szamáráról, leszállt a kis engedelmes Szamáról, és megsímogatta a Szamarát, és megszánta ezt az embert, látta, hogy véres, hogy folyik a vére, és hát nagyon megverték őt, kegyetlen emberek, és akkor volt nála egy fehér ruha, akkor volt nála olaj, amit abban a korban arra használtak, hogy azzal gyógyítottak, bekenték a fájó sebet, először borral, amiben fertőtlenítő anyag van, lemosta a sebeit, az arcát, a mellén, a karján lévő sebeket lemosta, és kicsit olajjal bekente, hogy ne fájjon, az olaj enyhítette a fájdalmat, és avval a ruhával, ami nála volt, több ruha is volt, ilyen fehér ruha darabok, azzal bekötözte ennek az embernek a sebeit, és hát olyan boldog volt ez a samáriai ember, olyan boldog volt, hogy ő tudott segíteni. Nem azt nézte, hogy milyen színe van ennek az embernek. Nem azt nézte, hogy ez be van rúgva. Nem azt nézte, hogy ez egy szegény ember. Ilyennel szóba se állok. Hanem azt nézte, hogy ember. Hogy ember. És milyen jó volt ti is az iskolában, meg az oviban is, a másikra is szeretettel néztek. Nem gúnyoljátok, nem kerülítik el azt, aki szomorú, vagy akinek nehéz, hanem oda mentek hozzá, és megkérdezitek, mi van, miben segíthetnék. Ez az ember bekötözte ezt a sérült embert, és akkor megpróbálta felültetni a Szamarára. Hát a Szamárka a nagy fülével, látjátok, hogy így szétállt a két füle, nézte ezt az ember, gondolkozott, nekem kell majd őt vinnem, én is örömmel viszem, szívességet örömmel teszek, viszem ezt az embert, bajban van. Haladtak az úton, a Szamár szép lépésbe ment, kattogott a patája a kemény kövön, kattog, ott mind a négy patája, ahogy haladt, és aztán egy kicsit rászkódott is, a beteg is olyan ájult állapotban volt, kapaszkodott a szamaracskába, és így döcögve haladtak, és hát megérkeztek egy házhoz, ma úgy mondanánk, hogy egy hotelba. Megérkeztek egy hotel kapujához, és a samáriai ember azt mondta, hogy hát bérlek neki egy szobát, és beviszem oda, és vele leszek. Ott alszok vele, egy kétágyas szobába elhelyezem, és veszek neki ennivalót. Veszek neki finom kenyeret. Veszek neki egy félszál kolbászt, meg egy fej hagymát, meg nem is tudom még mi mindent vett, mit gondoltok, mit vetni? Hát, vett neki még egy tábla csokit, nem tudom, hogy Milka csoki volt, vagy milyen volt, na szóval vett neki egy nagy tábla csokit is, meg kért vizet, és akkor
etette, itatta, bátorította, vigasztalta, és aztán ott volt, ott maradt vele az éjszakára, a szamár kínált az udvaron, a szamár is kapott bőven vacsorát, finom abrakot, ó, a nagy fogával ropogtatta a füvet, meg az abrakot, és néha rugott a hátsó lábával, meg még ijázott is. Aztán az ember azt mondta, ez a samáriai ember azt mondta ennek a félig agyonvert embernek, hogy barátom, most már elmegyek, de kifizetem a költséget, és szólok a hotel tulajdonosának, hogy adok neki még pénzt, hogy gondozzanak téged addig, amíg meg nem erősödsz, amíg talpra nem állsz, hogy haza tudj menni a gyerekeidhez, a feleségedhez. A samaritánus olyan nagy lelkű volt, hogy ennek az ismeretlen embernek kifizette még a szállását is, az ennivalójának a költségét, az ebédjét, a reggelijét, a vacsoráját, és hogy aztán a samaritánus elment, az ember ott maradt, és megerősödött, annyira, hogy talpra állt, és fütyörészve útra kelt, és azt mondta, hogy boldog vagyok, hogy az Úr megsegített, és hazamegyek a családomhoz, meglátogatom őket, most már megláthatom őket. És hát Jézus megkérdezte végül attól az embertől, aki kötekedett vele, és azt kérdezte, hogy ki a fele barátja, akkor Jézus megkérdezte tőle, hogy mondd, barátom, ki a fele barátja ennek a félre holtra vert embernek? A pap? A lévita? Vagy a samáriai ember? Mit gondoltok, gyerekek? Ki volt a szerető szívű megértő barátja? A pap? A lévita? Vagy a samáriai bácsi? Hát nyilván, hogy az, aki szeret, az a fele barát.